Szeretettel köszöntök mindenkit a templomunkban. A hétvégi elvonulásunk utolsó teljes napja van, mindenki legalább kettő interjút kapott. Koreában vagy a zen kultúrával rendelkező országokban a hosszabb elvonulásokon havonta kettő dharma beszéd van. Több mint 1500 éve gyakorolnak Koreában, és rájöttek arra, hogy nem kell mindig ugyanazt elmondani. Be kell irányozni a tudatot a legelején, akár fogadalmakkal, akár rövid tanítással, és utána pedig csinálni kell. Az elmondható tanítás úgy viszonyul a tapasztalathoz, mint a befőttes üveg címkéje a befőttes üveg tartalmához. Nézd meg a címke tömegét, területét, a belefektetett munkát, és nézd meg a befőttes üveg, jó nagy 5 literes, annak a tartalmát, az abba fektetett munkát. Mégis a címkére szükség van, hiszen a tartalmát először arról azonosítjuk. Szükség van a szútrákra, az értekezésekre, a kommentárokra, azért, hogy az építményből eljuthassunk a ház tetejére. Szükség van tehát a gondolatokra, és a zen, illetve egyéb transzcendens ösvények úgy rendezik el ezeket a gondolatokat, hogy ezek meghaladhatók legyenek. Nem zárjuk le. Nincs abszolút értékű gondolat. Nem azt mondjuk, hogy ez a szó, ez a mondat, ez a bekezdés a végső igazság. A zennek ezért tehát alapelvei vannak, amelyeket már mindannyiótok hallott. Ezért nincsenek abszolút értékű kijelentések a zenben. Amikor először kezdesz el zent gyakorolni, nagyon sokótoknak, és sok évvel ezelőtt nekem is, az volt az érzésünk, mintha egy láthatatlan szőnyeget kirántottak volna a lábunk alól, és még a maradék biztonságérzetünk is elment. Eddig nagyjából tudtuk, hogy kik vagyunk, ez az én burok most lepattant, és a karmánk megjelent. Egy szilárd én tudat helyett gondolatok és érzelmek kavalkádját tapasztaljuk. Felteszed azt a kérdést, hogy ki vagyok, vagy később mi ez, és hetekig, esetleg hónapokig nincs szilárd válasz. Amikor pedig megjön, akkor teljesen váratlan szögből, váratlan módon a tapasztalat erejével, és aztán ez a tapasztalat is elmúlik. Valójában mi történik itt? Kérdezhetnénk. Mondhatjuk azt, hogy a tudat tisztulása. Mondhatjuk azt, hogy a karmától való megszabadulás. Demonstrálhatjuk, hogy az egység tapasztalata. De mégis a saját tapasztalatod, amikor a botütés nem kívül van, hanem belül van, amikor nem kell hozzá fa és padló, hanem a tudat belül átáll egy öntisztulásra, ez szavakkal le nem írható. Legfeljebb oda vezethetlek a polchoz, és megmutathatom a nagy 5 literes befőttes üveg címkéjét, és hogyha le akarod venni, akkor megteszed, hazaviszed, kibontod és megízleled. Miért vagyunk tehát itt? Nagyon sokan elvitathatatlanul pihenni jönnek ide. És ez egy érdekes formája a pihenésnek, amikor napi 8-50 perc meditáció, 3 éneklés, 3 formális étkezés, egy opcionális jóga foglalkozás, és az erdő, a mező, a lovak, a madarak, ezek várnak téged itt. És kiderül, hogy a hagyományos értelemben vett pihenésnél sokkal mélyebb és sokkal erősebb ez a fajta pihenés, ahol a test elfárad, a tudat viszont lehet, hogy életében először ledobja a terheit. És a bizonytalanság érzés ekkor megy el. Amikor látod, hogy nem te tűnsz el, hanem a karmád tűnik el. A tükröd tisztul le, és nem a házad megy a semmibe. És ekkor meglátjuk minden jelenség relativitását, mulandóságát, tökéletlenségét és feltételhez kötöttségét, beleértve a saját önképünket is.
És amikor végre őszintességünkben és gyakorlatunkban eljutunk odáig, hogy a saját önképünk relativitását is belátjuk, akkor kezdünk a Buddha ösvényére lépni, aki 2500 évvel ezelőtt azt tanította, hogy az énséged nem egy szilárd entitás, nem egy abszolút értékű entitás, eredetileg nincs, és ha létrehozod, akkor van. Ha nem hozod létre, akkor nincs. A meditációban először a sok-sok felbugyogó karma lehet a tapasztalat szokatlan, néha félelmetes darabja, és utána már csak egyetlen egy félelmetesebb van, amikor mindez nincs. Amikor megszűnik a mozi. Egy-két hét, egy-két hónap, egy-két év elteltével, attól függ, milyen erősen gyakorolsz, megszűnik a tévéadás, kipörög az utolsó sorozat epizód, és nem marad mit nézni. És ezzel párhuzamosan elfogy a néző önképe is. És amikor mind a karmádat, mind a tudatodat üresnek tapasztalod, akkor áld meg a gondolkodás kísértését. Hogy ezt hirtelen te szóba akart fogni. Hogy hirtelen definiálni szeretnéd, hogy tedd be a lényeglátás ezüst szelencéjébe, és azt magaddal vidd az örök létbe, mert amikor elkezdesz gondolkodni róla, akkor esel le a pillanat hullám taréjáról, mint a gyakorlatlan szörfös, és beleállsz a tengerfenékbe deszkástól. Tehát ha elkezdesz gondolkodni a zenen, azon nyomban elveszíted a lényegét. Ha megállod a konceptuális gondolkodás kísértését, hogy tudd azt, ami nem tudható, akkor mindig visszatérsz a tiszta tapasztalathoz, a tisztán látáshoz, a tisztán halláshoz, a helyes helyzetfelismeréshez, kapcsolatteremtéshez és cselekvéshez. És végül a helyes gondolkodáshoz, mely már nem tételezi önmagát, már nem gyárt le filozófiát, vallást, tudományt és különböző izmusokat, hanem csak tisztán lát, tisztán gondolkodik, tisztán érez, tisztán beszél és cselekszik. Szent Cán, a harmadik pátriárka szabad fordításban ezt mondta. A nagy út nem nehéz, csak ne hozz létre dualitásokat. Ha nincs benned sem pozitív, sem negatív dualitás, egyetlen felhő sincs az egeden. Mi hát ez az eredeti tudat? Várod, hogy üssek, mi? Nem fogok. Vimalakirti sem ütött, csak csendben volt, amikor a Buddha és a bódhiszatvák egybegyűltek, és a nem kettősséget, szanszkritul az advaitát szerették volna demonstrálni. És a Buddha kérésére mindenki, a legfőbb tanítványok bemutatták bölcsességüket, és ilyen kijelentések hangzottak el. Szamszára és nirvána nem kettő. Szenvedés és megvilágosodás nem kettő. Jó és rossz eredetileg nem kettő. És így a bódhiszatvák és kitűnő szerzetesek emberről emberre egytől egyig demonstrálták bölcsességüket, mire a kor kitűnő világi gyakorlójára, Vimalakirtire került a sor, megkérdezték, nagy tiszteletű világi gyakorló, mi a nem kettősség? És Vimalakirti így válaszolt. És amikor ráébredtek, akkor mélyen meghajoltak előtte, és látták, hogy ez a felülmúlhatatlan bölcsesség és a nagy meghaladó Prajnaparamita. Viszont aki ragaszkodik a csendhez, az elveszíti a szemét, a fülét, a szívét, az orrát, a testét. Ne ragaszkodj a csendhez, hanem lásd meg, hogy mikor szükségesek a szavak, és mikor nem. Egy nem buddhista, igen érdekes úton járó személy mondta nekem, nézd meg, mi az értékesebb, a szavaid, vagy az a csend, amelyet éppen megtörni készülsz? Ha így teszed fel a kérdést, akkor mindennek helye van, mindennek ideje van. Most ezen a hétvégén úgy döntöttünk, hogy az elvonulásra szánjuk az időt, és ebben a térben közösen együtt gyakorlunk.
Van-e tehát bárkinek kérdése az engyakorlatot illetően? Azt tapasztaltam, hogy amikor megállnak a gondolatok, és tisztán érzékelek mindent, és tegyük fel, érkezik egy hirtelen nagy intenzitású hanghatás, akkor mintha így a vonalból így kiemelkedne, amit tapasztalok, ilyen ugrás lenne benne, amíg tart a hanghatás. Belső intenzív hanghatásról beszélsz? Nem, külsőről. Külső. Mondj egy példát. Mennydörgés. Oké. Tehát elcsattan a mennydörgés, utána mi történik a következő pillanatban? Érzékelem tovább azt, ami van utána. Azt mondtad, hogy a tudat folyamból valami kiugrik, és intenzívebb lesz. Mi az? A mennydörgés. Annak a tapasztalata az, ami kiugrik. Nézd, valami kimaradt, nem baj. A mennydörgés utáni másodpercben nincs gondolkodás. Mert törölte, mint a C-gomba kalkulátoron az összes beütött értéket. Ezért például Avalokiteshvara, az együttérzés bodhiszattvája, a nevében hordozza azt, hogy fogd föl a világ hangját. Ha gyenge, azt, ha erős, akkor azt. Mert a hang felfogása nagyon-nagyon világos, mozdulatlan fókusszal elkezdi a gondolkodásba és érzésekbe tett energiát szépen kivonni a pillanatból. És a tudat tükre letisztul, és nem csak a hang, bármilyen típusú rezdülés a környezetből, legyen az emberi, állati, egyéb, az mind tükröződik a tudatodban, mindet felfogod. De hogyha ragaszkodunk a saját narratívánkhoz, vagy érzésvilágunkhoz, és nem vagyunk képesek túllátni rajta, meghaladni azt, akkor a tudatban állandóan zaj van. Állandóan megy valami. Egy kis zene, egy kis mese, egy kis múlt, egy kis jelen, egy kis jövő. Valamivel szórakoztatjuk magunkat, hogy az életérzésünket fönntartsuk. A legdöbbenetesebb az, amikor minden megáll, ahogy azt a bevezetőben mondtam, adásszünet, de te mégis ott vagy, éberen, tisztán, egy teljesen tárgyatlan tudattal. Ez annyira nem szoktunk hozzá, hogy rögtön valamit gondolunk. Valahogy visszaállítjuk a narratívának a folyását. De amikor van egy erős hanghatás, akkor egy utána lévő áldott hosszú pillanatban nincs ilyen. És utána újraindul a gép. Amikor nem meditációs teremben tapasztalod ezt, akkor az más úton is elérhet, viszont nem tartható meg. Lehettél olyan zenei koncerten, most beszéljünk mondjuk egy komoly zenei koncertről, ahol szimfónia, négy tétel, az utolsó gyönyörű akkord után avizó bezárja az egészet, és van egy végtelennek tűnő 2-3 másodperces csönd, mielőtt a közönség elkezd tapsolni, és a visszhang még ott rezeg a levegőben, és az atmoszféra tükrözi az egész est zenei anyagát. Ott van. Senki nem gondolkodik, a zene már nincs, az emberek még nem tértek vissza a hétköznapi tudatosságukhoz, és még nem tapsolnak. Még nem csilingeltek újra fülbevalójukkal. Még nem nézték meg újra a telefonjukat. Ez az a gondolkodást meghaladó egy tudat, amit ott akkor 1200-an átélnek. És ez rendkívül erős, ez a katarzis. És nem csak a zeneműveknél, a színházi műveknél, egyéb műalkotásoknál is, de főleg a színházban és a zenében nagyon erős. Mindegyik hang, esetleg kép és érzelmi hatással dolgozik, és feltehetnénk a kérdést, hogy mitől tisztít meg? Hát pont a karmától tisztít meg. A saját egót börtönéből csalogatott ki Bachnak az olasz koncertje, ugye, és a partiták egy pillanatra. És azért a pillanatért rengeteget kell dolgozni a zenekarnak, a színházigazgatónak, neked, aki megveszi a jegyet, és még 1200 embernek, hogy a katarzis pillanata bekövetkezzen. És egy pillanatra te teljes megelégedettségben, boldogságban, egységtudatban létezz. Ezt így sokkal egyszerűbb eszközökkel érjük el, amellett, hogy szeretem az összes minőségi műalkotást, legyen az ázsiai, európai, amerikai vagy más földrészbeli. És egy hagyomány az annyiban különbözik a puszta műalkotástól, hogy mivel nem viheted a koncertteremnek ezt az atmoszféráját haza, nem tudod újra termelni saját magad, ezért ki kell találni valamit, ami egyszerűen, tisztán, reprodukálhatóan ezt a tapasztalatot újra és újra elérhetővé és használhatóvá teszi. A hagyomány tehát ugyanazokkal az eszközökkel éri el, tartja meg és adja át a tiszta tudat tapasztalatát. Ez a hitelesség egyik fontos ismérve. Tehát az út elején, közepén
és a nem létező végén ugyanazt tanítom, más-más szemszögből, de a módszertan nem változik. Az aktuális, szükséges módszer változhat, de a nagy tanítás nem. És ezért, hogyha megnézed, azok az iskolák, azok a módszerek, amelyek gyökeresen eltérő módszert használnak arra, hogy elérjék a tiszta tudatot, azzal nem tudják megtartani, átadni meg végképp nem. Itt lehet észrevenni valamit, hogy kicsit köznapian szólva néha a nehezebb út messzebbre visz, de a könnyű út biztos, hogy nem visz jó helyre. Úgyhogy a tapasztalat önmagában jön és megy, ahogy ezt te is tapasztalhatod, és mindannyiunk. Ez a jövés és menés önmagában nem rossz és nem jó. Egy viszont fontos, hogyha megfelelő irányban gyakorlunk, akkor a tapasztalás kinyit valamit, ami már nem függ a tapasztalástól. Tehát vannak, akik belül hallanak hangot, meditálnak, és egy ilyen robbanás vagy pukkanásszerű valami van, ugye a fül környékén, belül. És mivel ez egy belső hang, nem tudja, hogy honnan jön, de utána óriási csend van belül, és a külső halló tér megnövekszik, néha nagyon-nagyon messzire megy. Ennek irodalma is van, de aki tapasztalt, az pontosan tudja, hogy miről beszélek. És a tiszta tudatnak egy olyan tapasztalása, amikor a karma rétegei szó szerint, mint hogy egy hatalmas sziklát hasítanál ketté, egy lerobbant. És ott van a teljesen tiszta kőfelület, kicsit nedvesen, frissen. Ehhez hasonló az élmény, de természetesen nem marad meg, hiszen elkezdesz újra gondolkodni, újra beszélni, egyszer vége van a meditációnak és a többi. De amire rányította a tapasztalás a tudatodat, az a tér, ami megnyílt, az nem jön és nem megy. Ezért szoktam mondani, hogy ne az ajtóval törődj, hanem azzal a szobával, amiben beléptél az ajtón keresztül. Az ajtó nyílik és csukódik. Forgatjuk benne a kulcsot, néha kicsit idegesen, és beletörjük néha. Ugye? Ekkor csüggedsz el, hogy nem működik a gyakorlat. Nem kéne beletörni az elvárás kulcsát. Úgyhogy a tapasztalás az akkor helyes, hogyha rányit valamire, ami a tapasztaláson túl van. Hogyha a meghaladó bölcsességre így, mint a nem kettősség élménye, rá tudsz nyílni. És a következő, amit egyébként gyakorlunk, elég magas óraszámban, hogy ezt a tapasztalatot hogyan használd. Ugyanis, hogyha ennek az útja nincs meg, akkor a karmád visszajön, és a szokásaid az énképet újra rágyártják. És egy ilyen élményre rágyártani egy énképet, az egy olyan mértékű belső ellentmondás, hogy nem lehet ezzel együtt élni. Mert a tudat már egyszer megszaggantotta a szabadságot, az éntől való mentességet, a nem kettősséget, és arra szépen a karmád rátelepszik, és azt mondja, hogyan már, nehogy, hogyan, ez nem is történt meg. Menjél te szépen haza. Mit keresel te itt? Ugye nem ismersz pár ember csak. Nincs itt neked dolgod. És beindul a karmának az a birodalom visszavág kezdetű epizódja, amikor restaurálni akarja azt az önképet, amiről már belül tudod, hogy nem abszolút, nem önmagától létezik. Nem lehet visszaállítani. De mégis megpróbáljuk, mert az volt a régi kényelmi zóna. És akkor, mint Déva vára, amit felépítettek, másnapra leomlott. Napról napra. Ha lehet, óráról órára felépül belőle, és le is omlik. Ne akarjuk restaurálni a régi önképet, mert lehetetlen. Azzal a tiszta valóság tudattal és tapasztalattal menj ki, hogy most mit látsz, most mit hallasz, most mit gondolsz. És ne akard összerakni egy olyan átfogó önképé vagy világképé, ami nem változik, ami mindig te vagy, amire a maga megnyilvánulásában, nevében, formájában mindig számítani lehet, mert nem változik. Minden, ami keletkezett, ki van téve a változásnak. Ezzel kell szembenézni. De van valami bennünk, ami látja ezt a folyamatot, látja ezt a változást, és önmagában nincs kitéve ennek. Régen Kínában megkérdezték Huang Po-t, amikor az ember megszületik, és a lélek felveszi a testet, a buddha természet is belép a szenvedésbe? És a mester így válaszolt, a buddha természet is megszületik, de nem lép be a szenvedésbe. Újra fogalmazom, a buddha természet is benne van a születésben, de nem lép be a szenvedésbe. Így korrekt.
Oké? Ennyit a tapasztalásról. Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy mit javasolsz, hogy minél jobban megerősödjön az a megfigyelő a hétköznapi életben? Lásd tisztán, hajj tisztán, érezz, beszélj és gondolkodj tisztán úgy, hogy közben a tudat nem mozdul. A nem mozduló tudat, mint egy végtelen tér, végtelenül tiszta tükör, ez az a center, amit a tantiem praxison keresztül el lehet érni. És itt, a tantiemben minden dualitás, minden fogalmiság megszűnik. Nincs már jelenségekre bontott dolog, nincs megvilágosodás és szenvedés, üresség és teltség. Ezek mind az intellektus által alkotott segédfogalmak. És ezért javaslom neked is és másoknak is, hogy nem mint ideálképet használjuk őket, mint egyfajta végállomást, hogy elértem és szerbusz, hanem ezek mind-mind segédfogalmak ahhoz, hogy elérkezzünk ide. Miközben tudjuk, hogy a botütés is segédgesztus volt. Nektek. Értetek. Ebben a pillanatban mi a dolgom? Hogyan segíthetek? Helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés, cselekvés. Ezt kell tisztán látni, végrehajtani. És akkor mindenféle ilyen metaréteg, meg buddhista, meg zen fogalom, világ, az elkerül az őt megillető fiókba. És jó is az ott. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Gyerekek vesznek körül, gyerekekkel foglalkozom, és azt tapasztalom, hogy van, akihez nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem találok kulcsot. Hány évesek? 10-től, illetve középiskola végéig. És ezen valamit változtatnom kell, mert sokkal könnyebb lenne együtt dolgozni, úgyhogy ha jobb a kapcsolatunk. Mondd el még egyszer, milyen típusú csoport ez, milyen gyermekekkel foglalkozom? Általános iskolában és középiskolában tanítok, illetve gyakorlaton volt már kapcsolatunk, és azt tapasztaltam ezek során, hogy valakihez nagyon könnyen eljutok, és nagyon jól együtt tudunk dolgozni, és valakivel meg hosszú hónapok után sem. Értem. Voltak visszajelzések, a legpozitívabbtól egészen addig, hogy konkrétan a személyemre, kinézetemre tettek megjegyzést, fiatalok, és nem értettem sem a támadást, sem hogy miért történik. Az együttérzés fogja ezt megoldani. Amikor mondtam azt, hogy Avalokiteshvara mozdulatlan tiszta tudattal felfogja azokat a rezdüléseket, amelyek feléje jönnek, és ítéletalkotás dualisztikus reakció nélkül reagál rájuk. Ezt neked is javaslom. Ehhez tényleg ez az erős tantien kell, amit az előző válaszban mondtam, hogy ne billentsen ki téged a pillanatból semmilyen impulzus, és maradj meg a tiszta, tükörszerű, térszerű tudatállapotában. Ekkor ítéletalkotás mentesen megérzed, hogy mi van abban a lényben, abban a gyermekben, aki éppen akkor beszél hozzád, és bizonyos érzelmi és gondolati kimondatlanságokat sugároz feléd, amellett, hogy kimond bizonyos dolgokat. Ki is mondják. Igen, csak nem arra kell reagálni, hanem arra, amit kimondatlanul sugároz feléd, és hogyha ez számodra egy biztos percepció, akkor abban az érzékelésben úgy bízhatsz, hogy teljesen mindenféle trauma okozása nélkül ki tudod billenteni a gyereket a nézőpontjából, és valami igazabbhoz tudod eljuttatni, mert a kimondatlanságaiban több igazság van, mint abban, amit mond, és arra kell reagálni. Tsung Shan Zen-mester esetében mindig azt láttuk, hogy nem a kérdést válaszolta meg elsődlegesen, hanem a kérdezőt. És amikor a kérdezőt megválaszolta, utána a kérdésre mondott valamit, amit az illetőnek tudnia kellett, és sokszor nem azt, amit tudni akart. Úgyhogy ezt javaslom, és azt, hogy belül legyen meg az a nagyon finom figyelem, ami felfogja, hogy a gyereknek valójában mire van szüksége. Mert mindannyian szeretetéhes, boldogságkereső, szenvedéskerülő lények vagyunk. És ebből a szempontból iszonyatosan megjósolhatóak. És hogyha ezt a szeretet energiát tudod visszaárasztani a pontos megfigyelés és percepció alapján, akkor a gyerekeknek elmegy ez a szokásuk, hogy rólad bármiféle ítéletet, dualisztikus visszajelzést, vagy ilyesmit adjanak, mert egyszer nem hagysz neki teret. Betöltöd azzal az energiával, ami sokkal inkább te vagy, amire nekik szükségük van, és akkor onnantól kezdve téged másképp vesznek tudomásul. Ne helyezd bele magad abba a képbe, amit ők rajzolnak rólad.
ne azonosulj azzal a véleménnyel, amit sugároznak feléd rólad. És innentől kezdve, hogyha ezt a kiterjesztett tudati percepciót gyakorlod, megérzed, hogy mi van bennük, arra reagálsz, és így segítesz nekik, akkor egy 180 fokos fordulat fog bekövetkezni, hogy mikor azt nem tudjuk, mert eltérő a falvastagság mindenkinél. Az együttérzés neutrinói még a legvastagabb ólomfalon is átmennek. Oké? Okay? Ebben bízhatsz, csak a tudat ne mozduljon. Ne reagáljon a narratívára. Ne kezdjen el véleményt alkotni saját magáról a másik véleménye alapján. Ezek mind teljesen önsorsontó mozdulatok. Jó? Akkor még sokat fogunk találkozni. Nagyon örülök. Gyere máskor is folyamatosan. Még van mit javítani. Örülök. Ez az igazi gyakorló tudat, remélem mindannyian eljutunk idáig, hogy igen, folyamatosan szükség van a gyakorlásra és a templomunkban való rendszeres megjelenésre. Az az igazság, hogy szenvedek attól, hogy ilyenkor nincsenek kérdéseim. Az az igazság? Számomra igen. Hogyan segíthetek neked? Itt van ez a remek lehetőség, hogy most föl lehetne tenni egy kérdést, vagy többet, vagy bármennyit. De hogy nem azért, mert nagy az arcom, de hogy kérdezek valamit, kapok választ, és mégis mindig marad egy űr, hogy a kérdéseimre a választ nekem kell megtalálnom. Ez egy énes gondolat, ugyanis itt most nem vagy egyedül. Hogyha bent lennél az amazonas őserdejében, és különböző állatfajokot zizegnének körülötted, bizony magányodban csak magadra számíthatnál. Itt most nagyon sok felületről kaphatsz gyönyörűséges reflexiót kérdés nélkül, és kihasználván ezeket az alkalmakat, amikor itt ül mondjuk egy tanítóféle, akkor tőle is kérdezhetsz. De ha éppen akkor nem jön a tudatodba semmi, az azt jelenti, hogy átmentél nem gondolkodó üzemmódba. Ennek csak örülni lehet. Köszönöm szépen. Szívesen. Nekem a kapcsolatteremtés kapcsán lenne egy kérdés. Beszélj hangosan, ez a kapcsolatteremtés egyik jó startja például. Rendben. Tehát ugye nagyjából 2 éve új életet kezdtem, és nagyjából az összes baráti kapcsolatomat ott hagytam. Igazából egész jól el vagyok egyedül. Folytatok egy gyakorlatot, sportolok nagyon sokat, kialakítottam egy stabil napi rendet, viszont hogyha emberek közé megyek, ez egyébként a régi énemben is jelen volt. Feszültséget tapasztalok, nehezen tudok viszonyulni más emberekhez. Most is tapasztalod ezt a feszültséget? Igen. Hogy? 35 ember és közted most az elvonulás alatt milyen feszültség van? Most itt rögtön semmilyen, de egyébként... Esetleg ebéd alatt, hogy jut-e elég saláta, ilyen feszültség... Ez, hogy rám néztek, és behorpadt a homlokom. Milyen feszültség van? Az egyébként előfordult már, hogy behorpadt a homlok. De szimplán jobban érzem magamat, hogyha nincsenek körülöttem emberek. Nagy próbatétel neked akkor ez az elvonulás, hallod? De láthatóan jól viseled, mert még az összes szakállad megvan. Hát már rég kitépkedted volna, hogyha akkora stresszt jelentene ez. Elbírok vele, úgy tűnik. Mi a kérdés? Igazából mennyire... Azt érzem, hogy jó lenne egy kicsit felszabadultabbnak lenni, vagy... Egy tőernyős ugrást javaslok ehhez, 4000-ről. Ha akarod, kengurus, ha nagyon bátor vagy, akkor free fall. Olyan felszabadulás élményed van 1 perc 40 másodpercen keresztül, leírhatatlan. Itt... Szörnyűség. Olyan kötött napirend van, szabadság, remény, megszabadulás, sehol. Reggel 4-től este 9-ig be vagy fogva. És miről beszél ez a 4 nemes igazság? Mit csinálnak ezek az emberek, hogy a szenvedéstől meg lehet szállni? Itt még nagyobb van, ugye? Szóval, a buddhizmus felnőtt változata illúziómentes. És úgy valósulnak meg a dolgok, ahogy tényleg nem várod, de ez a fajta erősödés a középpontodban a 2 évvel ezelőttihez képest nagyon jól látszik. Én ezt nézem. Az, hogy milyen ki a szádon, az mátésság. Az rendben van. Azt nyugodtan mondjad. De hogy a lényed egyenesebb, világosabb, erősebb, ez a fontos.
az jó, hogy az univerzum vélemény független, mert hogyha 7,7 milliárd humanoid véleményétől függene a világegyetem, már rég nem lenne. Vagy túl sok lenne belőle, vagy állandóan fénysebességgel változna. Tehát azt a gondolkodást, amit például az emberi kapcsolatokról elkezdtél, nyugodtan tedd félre. Mert nem ezt fogja meghatározni. Egyszer, amikor egy másik ember, vagy akár két másik ember mellett itt a sorban ülsz, csak a jobb és bal oldaladon egy picikét terjeszt ki a tudatosságodat, és éreznek, hogy pontosan kik mellett ülsz. Az az igazi kapcsolat, nem amit gondolsz róla. És ez a közvetlen tapasztalás, ez előbb-utóbb minden véleményt elsöpör. Ezért vagyunk itt. Csak így tovább. Ha azt látnám, hogy helytelen irányban változnál, szólnék. Most azt mondom, hogy csinál tovább, és az, hogy itt az intellektus mit mond, teljesen mindegy. De az ok és okozat működését azt lásd nagyon jól. Vélemény függetlenül, dualitásmentesen nagyon jól lásd a karmát. És akkor a hajódat megfelelő irányba fordíthatod. Szeretnék visszacsatolni az előbbi kérdéshez. A kérdések feltevésének nehézsége. Ez egy olyan zseniális... Mit vétettem? Olyan zseniális felvetés volt, hogy egészen felbátorodtam akkor tőle. Akkor itt a baj. Mert hogy én azt tapasztalom ilyenkor, amikor kérdezünk, hogy nekem is jönnek kérdések, és aztán rájövök, hogy hát ezt most lehet, hogy ezért nem kéne föltennem, mert megvan rá a válasz. És akkor minek tegyen fel a kérdést, ha tulajdonképpen tudom, hogy mi lenne rá a válasz. Ugyanakkor azt is tudom, hogy ez így butaság, mert egyrészt a többiek lehet, hogy kíváncsiak lennének valami hasonlóra, másrészt megkapok egy más aspektusból való választ. Ne állj a saját válaszod gyors vonata elé, a pályán oldalsó középtartásba tett kézzel. Előbb-utóbb a saját akaratod el fog ütni. Ha van kérdésed, tedd föl, ha nincs kérdésed, ne tedd föl. Ha a saját válaszod beáll a jelenlét vonatállomására, akkor nézd meg, hogy az ajtó kinyílik-e, magyarul használható-e a válasz, és nyugodtan lépj rá föl. Viszont, hogy milyen társaság fogad a kupéban, magyarul milyen csoportkarmában lépsz bele akkor, hogyha követed a válaszodat, azt nézd meg nagyon jó. És azt is láss, hogy a mozdonyvezető helye az üres, az úgy állt oda be, te vagy a felelős érte. Akkor oda kell lépni azon nyomban, és megragadni a kontrollt, és előre. Ha nem hiszed el, engedd a vonatot elmenni. Ha nem megfelelő társaságban lépnél ezáltal, be ne lépj az ajtón. És hogyha végképp nem megy, mert üres a vágány, akkor nyugodtan tegyél fel egy kérdést, jó? Most még miben jó. Segíthetek? Most fogok is kérdezni. A bűntudatról, ami valahogy a közelmúltban kezdett el erőteljesen foglalkoztatni. Tehát nem 2000 éve, nem 2500 éve, így a közelmúltban. Pontosan, nagyon friss így, lélek vagy te. Így, pontosan. Azzal együtt, hogy tudom, hogy a bűntudat mindannyiunk életében megvan, és mindannyiunk életét így úgy irányítja, vezeti, keretek közé szorítja. Vagy rosszabb esetben akár gúzsba is kötheti. Vigyázzunk azzal, hogy az együttérzés ne váljon előfeltételezésé. Folytasd. Igen. De minden esetre nálam biztos, hogy előfordul, hogy bizonyos részeit, vagy aspektusait az életemnek jóformán gúzsba tudja kötni a bűntudat érzése. Úgy, hogy tisztában vagyok azzal, hogy nem kellene. De hiába vagyok vele tisztában, hiába tudom, az érzés attól még megvan, és zavar, és bizonyos esetekben elkeserít. Sőt, engedelmeddel tovább megyek, a kárhozathoz a folyamatos bűntudat vezet, mert a hiba kijavítását gátolja. A bűntudat abból fakad, hogy azonosulsz a hibával. A személyiséged tartós lakójává elemévé teszed, és ezáltal gátolod a hiba kijavítását. Két szélsőség van. A hibát bűnné erjeszted, mert azonosulsz vele, ugyanolyan abszolútnak fogod föl, mint a saját önképedet. Ha a saját önképünket engedjük relativizálódni, ezt apostrofáltam úgy, mintha a talajt így kihúznák a lábad alól, de te mégsem esel el. Akkor előbb-utóbb látod a hibát, mint tükör előtt a tárgyat, és ki tudod javítani. Tehát, ha nem szállsz ki az autóból, akkor a fiúk a szervizben nem tudják megcsinálni. Oké? És előbb-utóbb szétesik.
A másik, hogy úgy teszek, mintha nem lenne. Ez a másik szélsőség. Nem vagyok hajlandó észrevenni az ott létét. Egy igen kitűnő terap mondta, a bűntudat mindent visz. És nézd meg, hogy az előforduló traumák ciklusaiban mindig ott van egy olyan bűntudat, amely az ősbizalmat ősbűnre váltja föl. És azért eredendő, mert úgy tűnik, hogy már születésedkor veled volt, halálodkor is veled lesz, és a kettő közt nem tudsz rajta változtatni. És ezért nem keltünk bűntudatot emberekben, hanem inkább láttatjuk velük a hibájukat, sőt segítjük őket kijavítani. Hát itt a relatív tanítás, az abszolút kijelentésektől mentes út az életmentő, mert úgy szabadít fel a bűntudat alól, hogy a hiba tényét elismeri, és javíthatóvá teszi. Erre van szükség, belül is, kívül is. Ezért van az, hogy nagyszerű tanítónk látta a karmádat, de Sun Tzu-zen mester mindig a Buddha természetethez beszélt. Ha a hibáinkra alapozott volna, egy darab tanítót, Zen mestert nem avatott volna soha. De bennünk pontosan azt erősítette és azt lelkesítette, amire szükségünk van, hogy az utat helyesen járjuk. És azt mondta, ha hibázol, lásd meg a hibát, belül teljesen tapasztald meg a hibát, javítsd ki a hibát, és utána használd arra, hogy segíts másokon. Így azért mégiscsak más, nem? Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném megkérdezni, mivel mink az egész család zen gyakorlunk, a 8 éves kisfiammal, de az előző házasságból van egy kislányom. 15 éves most nem lakik velünk, és valahogy őt is el akarnám vinni. Miért? Ne vedd rá semmire, majd ő jön hozzád. Várd meg, amíg ő kérdezi meg, hogy apu, mit csinálsz? Olyan nyugodt vagy. Annyi szeretet van benned. Annyira más vagy, mint 10 évvel ezelőtt. Majd akkor tanítható lesz. Te ne akard rávenni semmire. 15 éves. Tehát fiatal nő készül belőle most az évek alatt, és hogyha nagyon-nagyon rosszul közelítesz ehhez, olyan dacos, olyan ellenálló, olyan önvédelmi reflexe lesz, hogy soha az életben nem fog zenről tőled hallani semmit. Türelem. Ha van problémája, old meg, ha tudod, vezesd rá, ha rávezethető, segíts neki megoldani, ha segíthető ebben. És hogyha ezt látja, mert a zen tudat apuba működik, akkor talán megkérdezi, hogy apu, te ezt hogy csináltad? Ez olyan jó megoldás volt. Na, ekkor kinyílik, és akkor erre a kérdésre lehet válaszolni, apránként, kiskanállal, nem kondérba bele, kiskanállal, amennyit fel tud fogni, ameddig az érdeklődése tart. És így elültetsz egy magot, a zen gyakorlat magvát szépen a tudatban, és innentől kezdve elkezd kisarjadni, mert látja, hogy nem akarod az autonómiáját elvenni, nem akarod megmondani, hogy hogy éljen, nem akarod megkötni, hogy mit csináljon, hanem egyszerűen segíted, és válaszolsz a kérdéseire, de a te értékrended az sziklaszilárd, és nagyon világos. Na, ezt a belső szilárdságot és külső megnyilvánulásban együttérző alkalmazkodást, ezt azért szeretik a gyerekek. Ki is kezdik, le is tesztelik, hogy mennyi van belőle, kőkemény próbatételek oda és vissza, de ha ez nincs meg, akkor apuból egy ilyen hatalmas, egy autoritás lesz, akit megpróbálunk 10.000-féle úton elkerülni. És a 10.000-féle kibúvó az nem a 10.000 útja a darmának, hanem a karmának az elképesztő szétburjázása, mert csak azért sem hallgatunk apura. Miért? Mert ő azt akarja. Ennyire paradox lények tudunk lenni. Úgyhogy türelem. Nézd meg, hogy hol van az a pillanat, amikor tanítható, és akkor is óvatosan. Kis adagokban. Jó? Tóval várnom kell? Nem. Figyelned kell, és úgy várnod. Eltelhet az egész élet. Nem. Már megint előfeltételezésekbe bonyolódsz, és előfeltevés a kudarc melegágya. Tehát figyelem, türelem, és meglátod azt az alkalmat, amikor tanítható. Így raktározd ezt el magadban, jó? Én a szenvedélybetegségekről szeretnék kérdezni valamit, hogy mi történik a tudattal akkor, amikor egy szertől függővé válik, és hogy miért olyan nehéz kijönni ebből a függőségi viszonyból? Azért nehéz kijönni, mint amiért beleesett,
korlátolt tapasztalatom azt mutatja, szenvedélybetegekkel és függőkkel való foglalkozás elmúlt 20 évében teljesen világossá vált, hogy a konfliktusok vállalásának a hiánya. Tehát nem tud beleállni egy konfliktusba, mindenképpen egy virtuális mennyországban akar lenni, egy elszigetelt, egyszemélyes nirvánában, megváltásban, és egy olyasféle problémamentes környezetben, ahol, mivel az nem tartható, kémiailag ki kell ütni a gondolkodást, az érzelmeket, és nem akar tudomást venni a világ valós működéséről. Sok a konfliktus, nem látja a megoldást, nem látja az értelmét, nem elég erős hozzá, és már nem is akar erős lenni, és nem is akarja elvállalni, belehajszolja magát egy kémiai vagy egyéb abstrakcióba, és akkor onnantól kezdve, egészen addig, amíg a test tart, ez van. És nagyon-nagyon ritkán van az, aki esetleg az anonim alkoholistáknál is használt, fordított haranggörbét ismeri, hogy van az utolsó pohár, amit ha megiszik, meghal, ha visszautasítja, akkor elindul fölfelé. És ez az a pont, ahol nem tudjuk, hogy mi működik, vagy egy kicsit zenszlenggel a nem tudható működik csak, és az az, ami eldönti, hogy most meghal, követi a karmáját, vagy pedig azt a poharat már nem iszza meg, azt az utolsó fecskendőt már nem szúrja be, azt a tablettát már nem veszi be, és akkor elkezd kifelé jönni, de már maga se tudja, hogy mitől. És el kell kezdeni vállalni azt, hogy élünk, és az élet ilyesféle vállalhatósága, a beleállás a konfliktusokba, a szenvedés tényének elismerése, ez az egyik legjobb megoldó csoport arra, hogy ne legyünk szenvedélybetegek. Hogy szenvedélyesen tudjunk szeretni, dolgozni, elérni dolgokat, és ne pedig szenvedélybetegek legyünk, ahol mindezt nem vállaljuk, nem merünk szeretni, nem merünk teremteni, nem merünk dolgozni, mert az mindig konfliktusokkal jár. És inkább belehajszolom magam egy mesterséges álomvilágba, hogy ne érzékeljek, hogy ne gondolkodjak, hogy ne legyen kapcsolatom a valósággal. És amikor ezt meg akarom szüntetni, és elvállalom azt, hogy valójában élek, és elkezdek az utamon járni, akkor a betegség elmegy, és marad a szenvedély. És más kazánba teszem a tüzelőanyagot. Valójában, amit én láttam, akár rehab, akár börtön, bármiféle hely, ahol szenvedélybetegségről szó van, hogy vissza kell adni az élet értelmét, élhetőségét, és azt a fajta jövőképet, hogy igen, boldog tud lenni anélkül, hogy szúrná, venné, szívná, stb. Stb. Hogy ez egy más típusú boldogság, emberi boldogság, vállalható, munkaigényesebb, de mégis nagyobb szabadsággal jár, és így nagyobb felelősséggel is. Tehát aki nem meri vállalni a felelősséget, annak egy darab szabadságtudata sem lesz. Aki szabadon akar élni, annak előbb-utóbb felelősséget is kell vállalni. Ez így függ össze. Most itt a szenvedélybetegségről jutott eszembe, hogy a meditáció nem válhat szenvedélybetegségé? Vagy de. Függőségé? De. Úgynevezett dharma junkie az eredmény, és hogyha valakinél ilyet tapasztalok, akkor 30 ütést kap ezzel a bottal. Az mi? Az milyen? Gyere ide, megmutatom. Nem. Az mi? A dharma, nem tudom mi. Nem jön ki a dharma teremből például. Éjjel-nappal gyakorol, és meditációs bajnokságot akar nyerni, meg akar világosodni, az összes koant egyszerre meg akarja oldani. Ez az, amikor itt valami elszállt, és a zen órarúgó gerincű felpattanó ledobta a deklit. Leszállt a szíj az égszíjtárcsáról. Van ilyen. Ezért nem javasoljuk, hogy napi 1000 leborulást végezzen itt bárki, mert az egy kicsikét felerősíti a karma tisztulását, és világos, hogy el lehet szállni mindentől. De a fűszálak szagolgatásában is el lehet szállni. Ha valami dharma függőséget vagy forma függőséget tapasztalunk, azon nyomban kivesszük a környezetből az illetőt, és beletesszük egy olyan kihívásba, egy olyan konfliktusba, amit az állítólagos dharma energiájával meg kell tudnia oldani, és általában nem megy, mert egy abstrakcióban van benne. Az a szenvedélybetegség okozója az abstrakcióhoz való köröm szakadtáig való ragaszkodás. Csak azt mondjuk, hogy te már nagyon nagy zenmester vagy. Old meg, légy szíves, ezt a koant is. Ejtőernyő. Sutty, és akkor lent van abban a helyzetben, amit, hogyha megold, akkor tényleg, akkor nem probléma, jön a következő.
használja a bódhiszattva energiáját valami hasznosra, és ne táborozzon a zen környezetben, mert az láthatólag mérgező számára. Emlékezz, Pajcsang, templomi szabályok, mit mond? Ha kígyó issza meg a vizet, méreggé változik, ha tehén issza meg a vizet, abból tej lesz. Vigyázz, hová lépsz, a felhők felszállnak az égbe, a folyók a tengerbe folynak. Ennél tisztában nem lehet láttatni a tanítás relativitását és azt a végső felelősséget, amit te csinálsz a zenből. A zen tiszta vizéből bármit csinálhatsz. Jéghegyet, hóesést, szuperhideg párát 14 ezer méteren, folyót, tavat, jégkockát, vízgőzt, forró vizet a fazékban, amiben spagettit főzöl. Mit szeretnél? És az lesz. A tudatunk teremtése által az lesz. És bőven bele lehet gyalogolni a dharma kardjába, mert egy másik tanítás alkalmával elmondtam, hogy a dharma olyan, mint a kétélű kard. Elvághatod vele az illúziók elképesztően erős szövevényét, bölcsességkard, vagy pedig ugyanazzal a mozdulattal visszafele saját magadat. Vigyázzunk. Az is függőség, hogyha nap nem telhet el például számomra meditáció nélkül? Nem, az egy egészséges homeosztázis. Hogyha te lélegzel, akkor nem fogod feltenni azt a kérdést, hogy úristen, oxigénfüggő vagyok. Hát az vagyok. Mert azok vagyunk, és ez nem probléma. Vagy étel, ital, szeretet, munka, jövedelem és társfüggőek vagyunk, a szó hétköznapi, normális, egészséges középúton ketyegő értelmében. És az, hogy a te mentálhigiénétbe beletartozik már, Istennek legyen hála, a napi meditáció, az egy nagyon egészséges függés. Pontosan úgy, mint az összes többi életalkotótól. És ez már nem különleges. Akkor folytatom. Örülök. Folytasd. Köszönöm. Nagyon szívesen. A tudat az tud. Mit látsz? Kopasz vagy. Ezt tudhatod. Egyéb kérdés? Jobban szeretném, ha te idéznéd ezt a... Mi vagyok? Könyvtár? Másodállásban hát, talán, de most próbálnám, nem. Csak azért. Na mit szeretnél? Ezt a tudat teremt az egész világegyetem is. Avatamsaka Sutra. Folytasd! Ha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor tekintsd úgy, fogd fel úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Ez egy ilyen kis simogatós zen-óvi tanításnak az egyik darabja, és mindaddig, amíg nem kell nagyon keményen rájönni, hogy ez tényleg igaz, amíg egy nagyon rút projekcióhalmazt el nem kell oszlatni, addig ez nagyon távolinak tűnik. Vagy ilyen jóindulatú kis buddhista kijelentésnek. És ezt általában visszafele kell először gyakorolni, mert a tudatunk az nem az a probléma, hogy nem tud teremteni, a fordít, hogyha túl sokat teremt. Rengeteg illúziót, dualitást, önzést, múltat, jelent, jövőt, jót, rosszat, mindent megteremt, Istenek nem tudjuk leállítani. Tehát a visszafele menés, hogy végre a jelenségek elé, a gondolkodás elé, a teremtés elé visszatérni, hogy idézem a szertartásunk egyik szövegét, és belépjünk a teremtetlenbe, ezáltal teljesítvén legfőbb kötelességünket. Hát ezzel nem kell várni addig, amíg a testből mi kilépünk, mert akkor már késő. Nehogy azt hitt, hogy ez bármiféle megoldás. Az az állapot olyan, mint amikor egy egész emberöltő puskacsövén a golyó szépen végighaladt, és a halál pillanatában a csőszájféket elhagyja, és utána karmádnak szépen az irányvektorát követve megy tovább. Testben tessék tapasztalni, hogy milyen az a tudat, ami még nem teremt, ahol még nem alakult ki az élet és a halál, a jó és a rossz. Ez a tiszta, térszerű, tükörszerű, nem tudható, de tapasztalható önvaló. Tessék erre gyúrni, és akkor ott van eredmény. Akkor tapasztalod a tudat teremtését ebben a pillanatban, sőt, szabályozni is tudod. És nem a gondolat az, amelyik szabályozza. Ezt hívjuk helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és megfelelő működés cselekvésnek. Szét van dobva háromba, de ez valójában egy dolog, ez egy mechanizmus, ez egyszerre működik. Úgyhogy tapasztaljuk meg mindannyian a tudat teremtését, de ha nem kell, akkor ne hozzál létre semmit. Ne akarjál semmit, ne vetíts ki semmit, ne ragaszkodj semmihez, ne azonosulj semmivel. Mert ezek azok a műveletek, amik tényleg tisztán tartják a tükröt. Így téged. Kérdeznék még egyet.
mi az, ami ragaszkodik a tudat által teremtett dolgokhoz? Mi az, ami elengedi a tudat által teremtett dolgokat? Menj, így elcsészze teát, amikor már születelhető. Jó? Jó. Oké. Okay. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megköszönöm mindenkinek az elvonuláson való gyakorlatot, a templomunkban való jelenlétet, szerzetes társaimnak azt a kitűnő munkát, amit végeznek a dharmateremben és azon kívül, templomi rezidenseinek, konyhamesterünknek, kertmesterünknek, munkamesterünknek azt a munkát, amivel ezt a helyet nem csak hogy fönntartják, hanem legszebb díszébe öltöztetik, hogy aki ide látogat, az egy tiszta, boldog, megfelelő dharma környezetben sajátíthassa el a Buddha és a pátriárkák tanítását. Ide látogató gyakorlóinknak, akár külföldről, akár a Kárpát-medencéből, illetve Magyarországról köszönöm azt a figyelmet, amit a templomra fordítotok, és hogy együtt gyakorlunk. Ez a közös gyakorlat nem helyettesíthető semmivel, és remélem, hogy minél többször találkozunk itt, dolgozunk és gyakorlunk együtt, és ezáltal egy tisztább tudattal hagyjuk el ezt a templomot, vagy pedig élünk benne tovább, és ezzel segítünk minden lényt megszabadulni a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!